Köszöntöm Önöket! Vasárnap jelentkezik az Európa Ház, amelyből kiderül, mire elég az uniós költségvetés. 10 év alatt felszámoljuk-e a környezetünkben lévő káros vegyi anyagokat, és megtudhatják azt is, hogy ki és miért kapott a strasbourgi parlamenttől Szaharov-díjat. Ha tehetik, tartsanak velünk, várom Önöket! A Városvédő műsor évvégi adásában láthatnak törökfürdőt, székelykaput, kávéházakat. Megpróbálom megvédeni a Hidász utcai lovardát és a kecskeméti nyári kaszinót. Láthatnak tehát szép és értékes házakat Magyarországon és Erdélyben. Egyébként zsinagógát is, templomot is, kálváriát és toronyórát lánccal. Érdekes lesz a műsor, nézzék meg kérem. A kocsik első stációja nem a starthely, hanem a déli vasút mázsálója volt, ahol bizony alapos revízió alá kerültek az előzetesen bejelentett súlyok. A verseny előtt fél órával végig száguldva a pályán, már mindenütt a legnagyobb rend uralkodott. A sportbiztosok egytől egyik a helyükön voltak, és a vezetésükre bízott katonaság szigorú rendet tartott a rendőrséggel együttesen. Őszi ülésszak végén a parlamenti napló következő adásában Szili Katalinnal, az országgyűlés elnökével értékeljük az elmúlt hónapok törvényhozási munkáját. Legyenek ott Önök is a törvények születésénél. És tovább! A játékoknak néha meggyűlik a baja az emberek világával. Budi polcra került! Ott vannak például a játékgyűjtők, akik csak úgy elrabolják a mit sem sejtő apróságukat. Tudod-e, vadnyugati barátom, hogy veled sok-sok rajcár fogok össze-kot-kot-kot-kot-kot-korni? Buzz Lightyear vezetésével pajtásuk megmentésére indulnak. Elboltjában! És tovább! Nincs más dolguk, csak megküzdeni ősi galaktikus ellenségükkel, és eligazodni a nagyvilágban. Újra szemtől szemben állom, Buzz Lightyear! Toy Story, Játékháború 2. Karácsonykor az M1 műsorán. Napot kívánok, rövid híreink következnek. Nagy mennyiségű heroinnal bukott le egy magyar kamionos a szlovák-cseh határon. A cseh vámosok a vezető fülkében találtak rá a majdnem 19 kilónyi drogra, amelynek piaci értéke több mint 160 millió forint. Az iratok szerint kaucsukot szállító teherautóban még péntek este fedezték fel a heroint. A magyar sofőrt letartóztatták. Szirénázó mentővel ütközött egy autó Szegeden tegnap este. A mentőautó az út másik oldalára sodródott, ott elütött egy gyalogost, aki azonnal meghalt. A személykocsi vezetője és utasa súlyosan, a mentővezetője könnyebben sérült meg. A szállított beteget egy másik mentővel vitt.